életre való. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a szakmájuk nem pusztán a foglalkozásuk, hanem a hivatásuk, vagy mondhatni akár a szenvedélyük. Akik, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a megoldást keresik, és nem a problémára fókuszálnak, és nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is. És a mai életre valónk, általán nemes egyszerűséggel azt mondom, hogy villanyszerelő, akkor nem mondok teljesen igazat, mert emellett oktató is, de ennél tovább megyek, mert nem csak hogy cégtulajdonos, hanem éppen 7 céget vezet, irányít. Sebestyén Gyula, Tolna megyéből, Szekszárdról szeretettel üdvözlöm. Jó napot kívánok! Legelső kérdésem mindjárt az, hogy maradjunk a jelenben. Mi az, amit most a legjobban szeret az életében? Az unokáim. Minden ember életében van egy nagyon fontos dolog, nekem az unokáim, a család, ők a legfontosabbak. Nagyon picikék még, és hát ők azok, akik mindent mozgatnak. Ugye egy nehéz utat járt be, mert az édesanyja egyedül nevelte fel, és egy kis faluból egy nagyon okos döntéssel beköltöztek egy városba, ugye az édesanyja döntésével. Hogy is kezdődött ez? Hát származásomnál fogva Bukovina egy székely származású vagyok, és egy kis faluban, Völcsékben születtem, ott laktunk, és korán elveszettem édesapámat, és édesanyám döntése révén megköltöztünk 1968-ban Szekszárdra. Ő úgy gondolta, hogy a gyermekeknek sokkal könnyebb lesz az életük, és nagyobb lehetőségek vannak, és ezért költözött be, ezért hagyta ott a falut. Hogy került kapcsolatba a villanyszerelése, vagy hogy döntött el azt, hogy valami ilyesmivel foglalkozna? Hát mondhatom, hogy véletlenül. Cipernovszkiban jelentkeztem Pécsen a technikumban, a helyhiány miatt nem kerültem be, és innentől kezdve maradt a szakmunkásképzés, és meg kellett nézni, hogy milyen szakmák vannak. Jó tanuló voltam, és ajánlották ezt a szakmát, anyám elfogadta, és így lettem villanyszerelő. Megszerettem a szakmát, magamévá tettem, és boldogultam benne. Ugye kisiparos volt abban az időben, amikor először GMK-zott, aztán utána kisiparos lett. Hogyan sikerült annyira fölfejlődnie, hogy aztán eljött az a pillanat, amikor ugye már önálló vállalkozóvá vált? Hát az élet az egy érdekes, irányítja az embereket, és csak kell menni vele, lépegetni, és akkor teljesen jól alakulnak a dolgok. Én egy nagy építőipari vállalatnál voltam villanyszerelő, és ott megkaptam a lehetőséget a tanulásra. Folyamatosan tanulhattam, képezhettem magam. Tehát mindenben partner volt a vállalat. És eljött az az időpont, amikor ajánlottak másik állást és lehetőséget. Én úgy döntöttem mégis, hogy elmegyek szakoktatónak. Akkor 500 szakmunkás képzőnek hívták. Elmentem szakoktatónak, és ott 10 évet voltam oktatott, 10 tanéven keresztül. Az utolsó 3 évben már óraadóként dolgoztam. Mindenütt úgy járultak hozzá a tanuláshoz, hogy majd utána hasznosítani fogok. És én nekem ez a hasznosítás abból állt, hogy be kellett mennek órát adni. Nem bántam, szívesen csináltam. Nagyon szerettem a gyerekekkel dolgozni. Ha ők megtanulták a szakmát, nagyon hálásak voltak. És megtanulták, muszáj volt megtanulni, de próbáltam olyan érdekességet bevinni, ami engem is érdekelt, ami jó volt, amit láttam, hogy a szakmának a szépségét adja, és működött, nagyon jó volt. És azok a gyerekek, akik esetleg kevésbé voltak érdeklődők, azokat mivel tudta megfogni? Azokra is odafigyelt, vagy csak azokra, akik kifejezetten érdeklődőek voltak? Nem, nálam nem volt olyan, aki nem volt érdeklődő. Minden emberben van jó, meg lehet találni azt, csak meg kell keresni, és akkor onnantól kezdve már működik. Mindenkinél megtaláltam, és negatívabbnak nevezett fiúkból is kiváló villanyszerelők lettek. Igaz, volt olyan is, hogy el kellett mennem a szülőkhöz, és könyörögnöm, hogy nehogy kivegyétek, hagyjátok ott, ma egy kiváló szerelő. Tehát nincs olyan, hogy gyengébb elhagyjuk, vagy a jobbat jobban favorizáljuk, nem, egyformán kell, és akkor továbbra is megmarad ez a különbség, mert akkor a jobbak még többet fognak kérni, követelni maguknak, és teljesen jól működik. Ez élet, mint az életben, nagybetűs életben, csak kicsiben kell eljátszani ezt.
honnan vette a bátorságot egy olyan időszakban, amikor az emberek többsége az első munkahelyéről ment nyugdíjba, hogy elmenjen vállalkozónak? Mire gondolt, vagy mi volt az, ami erre motiválta? Hát én mondottam, 10 évet tanítottam, vagy oktattam és tanítottam, és mellette kisiparosként dolgoztam. Tehát magánvállalkozásban is dolgoztam, tehát gyakoroltam a szakmát. Nem csak beszéltem róla, gyakoroltam nap mint nap. 10 év után eljött az az időszak, amikor hát mozgott az egész ország, változott minden, és akkor bejött az úgynevezett világbanki osztályok. És ez a világbanki osztályokkal én nem tudtam egyetérteni. Ez azt jelenti, hogy több volt az elmélet, inkább az érettség irányába vitték el a szakmákat, és a szakmákat egy kicsit visszatették, háttérbe vették. És én ezzel nem akartam azonosulni. És 94-ben azt mondtam, hogy nem tovább, ezt már tovább nem csinálom. Ha nem engedik vissza a régi szakma szerinti tanítást, akkor nekem ennyi volt. Szeptember 1-én még megtartottam az óráimat. Délig, mikor vége volt az órának, átmentem egy ügyvédhez, megcsináltam az első betéti társaságomat, és másodikán még betéti társaságban dolgoztam. A döntés azt hozta, hogy nem akartam részt venni abban, amit ma látunk. Próbáltak meggyőzni, hogy lehet ezt is jól csinálni, nem lehetett. Amikor elveszük a gyakorlatot a gyermektől, az nem tudja megtanulni a szakmát. És utána majd csak egy sokat rendű valaki lesz, de nem lesz szakmunkás. De azért visszajött az életébe az oktatás, hiszen a manapság is az egyik cégében, vagy talán több cégében is folyik a képzés. Ebből kiveszi még a részét valamilyen módon? Így van. Az oktatás soha nem felejtettem el. Nagyon fontosnak tartom. Én azt tartom, hogy egy országot, egy gazdaságot csak a szakmunkások, a termelő szféra tud előrevinni. Nem egyedül természetesen segítségekkel, de ő kell legyen a gerince. Ha nem ő a gerince, akkor ez nem működik. Látjuk, nézzünk körbe, sokszor, sok területen ezt látjuk, hogy ez így van. A szakmunkás képzésben sose szálltam ki. Mindig, az elektronik kártének mindig voltak tanulói. Egy fő, két fő, öt fő, tehát mikor, hogy mennyi. És akkor ez az élet folyamatosan bővül. Néhány éve odáig jutottunk, hogy igyekszünk részt venni az iskolai oktatás elméleti gyakorlatát is megcsinálni, elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban több mint 40 tanulóval dolgozunk. Ezek a villanyszerelők, de mellette képeztünk már lovászt, képeztünk szakácsot, pincért. Tehát tudom, hogy kicsit úgy messze vannak a villanyszereléstől, de hát az élet ilyen. Ez irányítja az embert, és csak észre kell venni, hogy most kell lehajolni, vedd fel. Mert hogy ugye az egyik vállalkozás az egy lovas udvarház, zárójelben jegyezzük meg, ugye, hogy ezért vannak ezek az egyéb szakmák. Így van. Így van, a lovas udvarház az is most már több mint 15 éve az irányításom alatt dolgozik. Ott képezünk szakácsot, ott képezünk, ugye, mert az étterembe kell a szakács, pincért, mert ugye rendezvényünk van, fel kell szolgálni. Ha lovasni akarunk, akkor kell egy jó lovász, a lovász kiképezzük, tehát ezek folyamatosan vannak. Hát sajnos a lovászképzés egy kicsit visszaesett, de a többiek működnek napjainkban is. Ugye egy ilyen hosszú pályafutás, ami egyrészt 25 éves maga az első cég, de hát több mint 3 évtizede van ezen a pályán. Ugye azért itt a hullámhegyek mellett nyilván hullámvölgyekbe is beleütközik az ember. Amikor valami nehézségbe ütközött az élete, akkor mit csinált? Mit szokott csinálni? Hogyan oldja meg a nehézségeket? Nehézség. Én úgy mondanám, feladat. Meg kell oldani. Tehát a nehézség, én nem használom ezt a szót. Van egy feladat, azt meg kell oldani. Meg kell találni, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani. A legfontosabb része, hogy ne sérüljön senkinek a érdeke. Ha ezt meg tudom találni, akkor már könnyű. Onnantól kezdve már egyszerű, hogy hogyan kell megoldani azt a feladatot. Bármilyen. És mondjuk a negatívumokban nem kell részt venni. Mert annélkül is működik az élet. Volt valaki, akitől tanulta ezt a
sikerességet, vagy vannak, voltak példaképek az életében? Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet tanulni. Lehet hozzá tanulni, de hogyha belülről nem jön valami, akkor ez egyedül nem működik. Tehát nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok embert láttam, nagyon sok embernek voltak olyan tulajdonsága, amelyik szimpatikus volt, azt igyekeztem felhasználni. De olyan személy vagy, tehát olyan, hogy, hogy ő a példaképen, de ilyen nem volt. Valahogy ez nálam kimaradt. Nem tudom, hogy miért, de valahogy kimaradt. Viszont mondom, rengeteg embert megfigyeltem, a tanulókat. A tanulóktól is nagyon sok mindent lehetett tanulni. Lehetett látni, hogy hogyan, milyen irányba megy el a fiatalság, és lehetett utánuk menni, illetve igyekezni megelőzni őket. Mert ugye az alapja mindennek, minden vállalkozásnak, hogy te előbb csináld, mint a másik. Nincs konkurencia, mert én ezt a szót megint nem ismerem, tehát nem használom, hanem én másképp csinálom, én valamit többet teszek oda. És így tudunk párhuzamosan működni többen ugyanazon a területen. Ezek nagyon fontos dolgok. Nem szabad soha feladni, nem szabad soha azt mondani, hogy ezt nem tudom megoldani, mert ilyen nincs, mindent meg lehet oldani. És az alapszabály tudja, hogy ha valaki valamit megcsinált, elkészített, megoldott, azt a másik is megtudja. Csak akarni kell. Több céget is vezet. Milyen vezetőnek tartja magát, illetve milyen vezetői képességeket, készségeket tart fontosnak ahhoz, hogy valaki jól szervezeten tudjon egy nagy céget irányítani, emberekkel bánni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye nagyon fontos, hogy az ember figyeljen a másikra, tehát a munkatársaira. Igen, de oda kell figyelni rájuk, kollégákra. Nekem nem beosztottaim vannak, hanem kollégáim. Oda kell rájuk figyelni, segíteni nekik, hogy tudjanak élni. Tehát a legfontosabb az, hogy az életvitelük legyen. Tehát kell egy bizonyos empátiának lenni a másik iránt. Ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz. Tehát erőszakkal nem lehet senkit kezelni, senkivel nem lehet előre jutni. Ha viszont értelmes gondolatokkal, értelmes érvekkel mindenkit el lehet érni, mindenkivel lehet előre jutni. Milyen vezető vagyok? Ezt inkább tőlük kell megkérni. Akkor majd megtesszük alkalomat. Beszéltünk az előbb a nehézségekről, hogy hogyan oldja meg, de mi az, amiből úgy általában erőt merít, úgy az élete folyamán? Az elején már mondtam, a család. Nekem nagyon fontos. Nagyon fontos, ugye van két fiam. Mind a két fiam a szakmában dolgozik. Sőt, az egyik 10, a másik 15 éve már munkatársam. Tehát együtt dolgozunk. Nagyon fontos, hogy le tudjunk ülni, beszélgetni tudjunk. Ez elsődleges. Utána az unokák, ugye ők is jönnek. Ez is fontos. Hát és az egész csak úgy fog működni, hogyha van egy jó feleség, aki segít. És ugye beszéltünk arról az elején, hogy az édesanyja felnevelte magát, ötöd magával, tehát hogy öten voltak testvérek, ugye jól emlékszem. És mindegyikükből egy rendes, tisztességes ember lett, jó szakmával. Mi az, amit az édesanyjától hozott, vagy tanult? Mi az, amit ő jól csinált? Nem, azt, hogy mindig próbált munkával előrelépni, és minket ellátni. És mindig azt mondta, hogy tanuljunk, sokat tanuljunk, ne féljünk tőle, és végezzük el a munkákat. Tehát a tanulás meg a munkát egy lapra tette, ott nem lehetett külön választani, és ezzel biztatott. Eredményesen. Tehát tulajdonképpen a vélet beigazolta, hogy amit ő elképzelt, gondolt, az mindig az, mind jó. Bízott bennünk, adott nekünk egy löketet, egy olyan támpontot, hogy rátámaszkodhatunk mindig, őt hová tudtunk beszélni, és mindegyikünk tanult és dolgozott. Teljesen jól működik ez. Jó döntés volt, hogy bekerültünk a városba. Hát nem biztos, hogy ezt el tudtuk volna érni faluban. Nem azért, mert kevesebbet ér a falu, tehát nem erről beszélek, mert én nagyon szeretek falun lakni, vagy falun lenni. Én nekem
csak egy más millió, más környezet, egy sok minden megváltozik, amit könnyebben elérhet. És ő így tudta egyedül. Ha lett volna párja, tehát a ketten lettek volna, lehet, hogy a faluból is el tudtuk volna érni. Hát ez sajnos ezt nem tapasztaltuk, meg nem tudjuk. Mivel tölti a szabad idejét? Már hogyha van ilyen egyáltalán. Munkával. Én szívesen olvasok. Gyerekkorom óta olvasok. Én emlékszem, sokszor visszagondolok, hogy éjszakákat átolvastam, és ha reggel kukorékolt a kakas, akkor húha, még nem aludtam, akkor gyorsan letenni a könyvet, és kell kelni már. Szívesen olvasok. Volt egy időszak, amikor a fiatalabb voltam, akkor lovagoltunk az öcsémben, sokat lovagoltunk, sokfele jártunk szabadidőben. Jártak a természetet, jól éreztük magunkat. Ez télen-nyáron, tehát nem volt akadálya, fél méteres, egy méteres hó, akkor is kilovagoltunk, az kicsi volt akkor is, a szép zöld volt akkor is. Tehát nem az időjárástól függött, megtaláltuk minden időnek a szépségét. Sokat jártunk ilyenre. Szívesen sétálok a hegyekbe. Nem vagyok tópárti, vagy nem vagyok, hogy nekem nem kell a víz. Én jobban érzem magam fönt a hegyekben, sétálok. Nagyon szép, szeretem a régi épületeket. Ugye beszélt az unokáiról, de hát nyilván megbeszélt a fiairól is. Az együtt töltött idő az egész családdal, az mennyire fontos, hogy mennyire jut rá lehetőség? Hát együtt töltött idő. Ha egy percet kapok, annak is örülök. Tehát én mindennek tudok örülni, és ezt minden jónak. Igyekszünk legalább hétvégeken találkozni, hétközben vagy sikerül, vagy nem, de hétvégeken találkozni. Ugye a fiaimmal, mivel munkatársak, akkor ővelük könnyű találkozni. A többi családtaggal nehezebb, mert ugye ők is járnak dolgozni, iskola, óvoda, bölcsőde, tehát mindenhova kell menni, és vagy sikerül, vagy nem. Néha próbálom, hogy majd én megyek értük, vagy picike időt kapni, de hát nem mindig sikerül. Ugye korábban említette, hogy fiatal korában kézilabdázott, és hát a sportból nem tudom, hogy már mi marad, de múltkor az irodájában láttam egy csomó trófeát, tehát valahogy a sport benne maradt az életébe. Igen. Én kézilabdáztam. Ugye fura, tudom ez a mondat, nekem a hobbim volt a kézilabda, a játék szenvedélyem, ha úgy tetszik. Én a játék öröméért játszottam. Tehát én nem úgy küzdöttem, mint mások, mert ugye most látjuk a sportolók, hogy csak az eredmény. Én nem, én a játékért játszottam, és jött az eredmény. Mindig jött az eredmény. Ezt csináltam, hát közel 30 évig kézilabdáztam, már 30 éves koromban még visszamentem egy csapatot megyei szinten játszani. Tehát lehet érteni, hogy nagyon szenvedélyem volt, hogy szerettem játszani. És hát egyszer eljött az idő, amikor nincs tovább, nem lehetett. Volt egy részleges izomszakadásom, és még az öreg fiúkat is félretettem. Maradt a harmadik fél idő. A harmadik fél időnek nevezem, amikor mint barátok leülünk, beszélgetünk, találkozunk, ami minden évben megtörténik. Másik, tehát hogy külső támogatóként, igen, vannak sportágak, akiket támogatok. Ezt nem úgy válogatom meg, hogy ki az, amelyiket én szerettem, vagy milyen, melyik az eredményesebb, hanem melyik az emberi, melyik a szimpatikusabb. Ha bejön egy biciklis, amelyik egy nagyon szimpatikus fiú, és elmondja, hogy ő mit akar, meg fiatalokkal mit akar, gyerekekkel, ő biztos kap tőlem valamit. Tehát biztos próbálok neki segíteni. De ha valaki ilyen erőből, meg látom, hogy nem a sport szeretetből csinálja, akkor nem tudom segíteni. Tehát az nem az én műfajomnak, úgy elestek. Most egyre kevesebbet látom azt, hogy szeretetből csinálják a sporton. Ezért van az, hogy az unokáimat próbálom erre biztatni, hogy mindegy, hogy mit csinál, csak érezd jól magad. És akkor onnantól kezdve az sikeres lesz. Valamikor hallgatnak rám, de valamikor még nem, hiszen kicsik még. Hogyan tovább? Merre tart? Hogyha néhány év múlva összefutnánk, akkor mi az, amiről beszámolna nekem? Hát igen, hogyan tovább?
ugye nagyon sok mindenbe belekezdtem, nagyon sok mindennek még nem értem a végére, amelyik folyamatban van. Ezeket valakinek be kell fejezni, és én úgy gondolom, hogy ezt a fiaim fogják befejezni. Hát, amikor betöltöttem a 60 évemet, akkor elkezdtem már átadni a cégeket, illetve feladatokat, olyan dolgokat, amiket nem elég szakmailag, hanem vezetésszakmailag is kell mivelni. Ez már egyre erősebben haladunk ez irányba. 2017-ben már olyan 70-80%-át a fiúk szervezték a munkának, tehát az operatív részét azt már ők csinálták. 18-ban ez már felment 90 fölé, szinte nem vettem részt a termelési részébe, inkább az adminisztrációnak az irányítása, te meg a pénzügyi részekkel kellett foglalkoznom. Hát úgy érzem, hogy ezt az irányt kell erősíteni, hiszen az ember megöregszik, valakinek tovább kell vinni, hiszen a fiaim most megkapják kölcsönbe az unokáimnak a részét. Hát mindehhez nagyon sok sikert kívánok, és örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.